Az első témakörünk a nemzeti konzultáció. Az elmúlt héten 4,2 millió háztartásba juttatta el a Jobbik Magyarországért mozgalom a valódi nemzeti konzultációs kérdőíveket. Idén évelején Vona Gábor, illetve a Jobbik Magyarországért mozgalom meghirdette a valódi nemzeti konzultációt. A Vona Gábor elnök úr, illetve a Jobbik szakpolitikusai országjárás keretében kérték ki a szakmai szervezetek, illetve a magyar lakosság véleményét, hogy melyek azok a témák, amelyek jelenleg legjobban érdeklik őket, amelyeken legjobban lehetne változtatni azért, hogy a elkövetkezendő években máshogy történjen, mint ahogy eddig történt. A magyar emberek, illetve hát a szakmai konzultáció eredményeképpen ez a valódi nemzeti konzultációs kérdőív három témában kérdezi a lakosságot, az egészségügy, az oktatás, illetve a korrupció a három téma. Nyilván volna még több is, de úgy gondoljuk, hogy most ezek azok, amelyik legjobban foglalkoztatják a magyar embereket. Minden témában ötöt kérdésre várjuk a válaszokat a magyar emberektől. Az oktatás, hát látjuk ugye, hogy az elmúlt években például a klikk is hogy szerepelt, megszűnt, de ebben a kérdőívben ugyanúgy benne van, talán elvándorlásról kérdeznek, akkor például a hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatásáról, illetve több olyan témába, ami az oktatásban most előfordul. Az egészségügy szintén egy olyan témakör, amiről nagyon sokat lehetne beszélni, ebben is szintén több kérdésről van szó. A orvos és szakápolói elvándorlás, akkor várólisták, hálapénz, csak hogy egy párat említsek. Korrupció, az ugye azt látjuk, hogy sajnos jelen pillanatban a Fidesz egyet jelent a korrupcióban. Olyan napi hírek vannak, amik azt bizonyítják, hogy sajnos ez mellett már nem lehet úgy elmenni, hogy vagy a fogadó dugjuk a fejünket, vagy pedig nem is beszélünk róla, amikor olyan kormányzati, akár miniszterek is benne vannak, napi szinten országgyűlési képviselők, és ezt folyamatosan a médiákból, már amelyik természetesen nem kormány közeli és leadja, ezekből a médiákból folyamatosan erről lehet hallani, nem tudunk elmenni mellette. Éppen ezért, mint ahogy mondtam, magyar emberek véleményét kérjük, tehát 4,2 millió háztartásba juttattuk el ezt a kérdőívet, de lehetőség van arra is, hogy egy online módon, az interneten is visszaküldjék a véleményüket az emberek, és természetesen ezeket a véleményeket a Jobbik Magyarországért mozgalom a 2018-as választásokon felhasználja, megpróbálja beleépíteni úgy a programjába, hogy az mindenki számára elérhető legyen, és megpróbáljuk megvalósítani azt, amit a magyar emberek szeretnének.